nem szedjük össze ezt az almát, akkor ebből már a lialma sem lesz, mert ez tovább ruhad a fa alatt. Szabolcsi Attila ezen a felvételen éppen azt mutatja, hogy a fennlévő almák között is akad olyan, ami már csak léalmának lenne jó, mivel nem volt elég csapadék az elmúlt hónapokban, és itt sok helyen nem tudott megfelelő méretűre nőni a gyümölcs. Az Agrárminisztérium közleménye szerint Magyarországon az idei almatermés 720 ezer tonna körül várható, ami meghaladja a korábbi években tapasztalt termésmennyiséget, azonban jelentősen elmarad a 2014-es 920 ezer tonnás rekordterméstől. A fennlévő gyümölcsök darabszáma jellemzően jól alakult, és többnyire egészségesek is az almák, de a termelők szerint ez leginkább csak a csapadékszegény időjárásnak köszönhető. Az év elején nem volt probléma a csapadék szempontjából, megkapta nagyjából azt a mennyiséget az alma ültetvény, ami kellett, viszont az utóbbi jó egy hónapban már nem mondhatom el ezt, hiszen egy pár milliméter, talán 10-20 milliméter esett havi szinten, ami már kevés ahhoz, hogy az alma elérje azt a nagyságot, ami igazán áróalmává növelné a fennlévő almát. Kevés volt a mennyiség, úgyhogy félünk ettől, hogy mi lesz a fennlévő almával. A mennyiség nem lenne probléma, tehát a darabszám az megvan. Az én ültetvényemre azért mondhatom, hogy én nem számolok több arra már, mint tavaly, viszont hogyha ezek elérnék a méretet, és tudnék állóalmát szedni, akkor mennyiségben szinte ugyanott lennék, mint tavaly. Ehhez viszont csapadék kellene még. Az Agrárminisztérium közleményében kifejti, hogy az ipari alma árát az almasűrítmény világpiaci ára határozza meg, így a tárca gazdasági számításai szerint bőven 17 forint fölött kellene átvenniük az üzemeknek a léalmát. Dr. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke szerint a felvásárlási ár a szüretelés előre haladtával mindenképpen emelkedni fog. Múlt hét pénteken egy 13 kilogrammos induló ár jött ki léalmára. Azt el kell mondani, hogy ez a szó legszorosabb értelmében véve induló ár, és egyetlen egy léüzem indította be a gyártását ezzel az árral. Azt gondolom, hogy miután a többi léüzem augusztus 20-21-e magasságában elindul a gyártással, és megindul a léalma tömeges felvásárlása, és ezáltal kialakul egy természetes versenyhelyzet a léalmáért, ezeknek az áraknak automatikusan feljebb kell húzniuk. És nem is maradhat így, mert 13 forintos áron, ami a léüzemi beszállítási ár, helyi felvásárló telepeken ez 9-10 forintnál nem magasabb. Ez az az ár, ami mellett a gazdák leszületelni sem fogják a termést. Tehát ezen egyszerű oknál fogva sem maradhat itt az ár, mert emellett elegendő alapanyagot nem fognak kapni a léüzemek. Az Agrárminisztérium számára kiemelten fontos az almatermelő gazdák és családjaik mezőgazdasági termelésből történő megélhetése, valamint a hazai almatermesztés jövője is. Éppen ezért kulcsfontosságúnak tartják, hogy a felvásárlók feldolgozó üzemek a piaci viszonyokat figyelembe vevő, az elvégzett munka értékének megfelelő árat fizessenek az almáért. Álláspontjuk szerint az idei évben kialakítható egy olyan felvásárlási ár az ipari alma piacán, ami lehetővé teszi, hogy mind a termelők, mind pedig a feldolgozók megfelelő jövedelem mellett végezhessék tevékenységüket. Ezért a jövőben is támogatják az almatermelő gazdák minden olyan megmozdulását, összefogását és érdekérvényesítő tevékenységét, amelyek a méltányos alma átvételi árak elérését szolgálják, áll a közleményükben.